Az első meccset mindenképpen szeretnék megnyerni, mert nagyon fontos lenne az ottani mérkőzés úgymond megcsípése és elrablása az első mérkőzésnek. Azt mondom, hogy van reális esélyünk, de nagyon, nagyon nagy küzdelem várható. Nagyon jól játszottunk csapatként itt az elmúlt pár mérkőzésen. Hál' Istennek hazai pályán ugye veretlenek vagyunk eddig, és szeretnénk is ezt megőrizni, de ugye a döntőben most ez kevés lesz, mert nem nálunk van a pályaelőny. Úgy gondolom, hogy igen, hát a Toni kiesése sajnos a csapatot azért kicsit azért úgymond lehúzta, de én azt mondom, hogy a szombatra és a következő mérkőzésekre jövőre kell koncentrálni igazából, és nélküle csapatként kell jól játszanunk, és extrát játszani ugye pár embernek, és pótolnunk kell őt, mint csapat. A köztudott, hogy Báder Márton, nagyon oda kell rá figyelnünk, ugye az egyik kulcsjátékosa a Szolnoknak, akkor mellette ott van Trotter az irányító poszton, ő is egy kulcsjátékos, és mellette hát ott van Clark, Budimir, ott van Grebenár, Trepák, Fodor Marci, Horváth Ákos, akit őt sem lehet csak úgy nem megemlíteni. Szóval nagyon jó játékos keretük van. Szerintem nem ezzel kell foglalkoznunk, hanem azzal, hogy a szombati mérkőzést megnyerjük. Ugye az, hogy idegenben lesz az első meccsről, beszéltünk azért a pályaelőny, pályahátrányról, és hát véletlenül azért a szolnoki csarnok igen nagy része nem az Albakumnak fog szurkolni. Mennyire tudja egy játékos ilyenkor függetleníteni magát ettől? Így van, hát a szolnoki csarnok, hát nem hiszem, hogy nekünk fog szurkolni, de remélem, hogy minél több fehérvári szurkoló is lesz, és buzdítanak minket. Én úgy gondolom, hogy kezelni kell a dolgot. Nem rossz az, hogyha jó a hangulat, hogyha extra hangulat van, valamilyen szinten extázisban tud játszani a játékos. Szóval annyi, hogy ki kell szűrni azokat a negatív dolgokat, amik esetleg személy szerint rá mondanak, vagy kiabálnak. De úgy gondolom, hogy valamilyen szinten pluszt is adhat.